a te zseniális lencse salátát következik. Mi nagyon sokat eszünk, már karácsony után elkezdünk lencsét enni, és a hagyományos... Nagyon gazdagok akartok lenni, nagyon. Nem? Igen. De egyébként egész évben eszünk nagyon sokfélét, de ilyenkor aztán hidegen, melegen. És mivel melegen, azért azt hiszem, hogy mindenki ismeri, meg szereti a lencsét. Én egyébként a lencsefőzeléket hidegen is nagyon szeretem. Figyelj, de itt áll, még langyos, úgyhogy a végén, ha kész vagyunk, megkóstolhatod. Most viszont, mivel hogy saláta lesz és hideg, a lencsét, amit használunk, ez a gyönyörű beluga lencse. Ez a főzés után világosodik, kicsit barnul, viszont nagyon szépen megtartja a formáját, ezért nagyon jó a salátához, nem lesz ilyen szétfőtt állagú, és hamar el is készül. Na de ami még azért itt lesz, egyrészt, mert imádom a padlizsánt, és mindenféléket igen, csinálok hát belőle. Igen, ugye Erdély, mindig elmondom, az erdélyekkel nem úszod meg a padlizsánt. Ez így van. De most konfitáljuk, azaz úgy készítjük el, és majd meglátod, hogy milyen más ízeket lehet kihozni és állagot egy padlizsánból. Ez egyébként nagyon jó köret húsokhoz is, meg mondjuk így a saláta alá. Tehát, hogy tulajdonképpen ezektől az apró kiegészítőktől lesz egy tál étel, nem pedig egy saláta. Tehát annyi teendő van vele, hogy meghámozzuk. Ebbe az a nagyon izgalmas, hogy kapunk egy olyan padlizsános ételt, ami nagyon eltér a megszokottól. Kell hozzá egy tepsi, egy 160 fokos sütő, mert hogy az pontosan ideális hőmérséklet. Egyszerűen csak annyi dolgunk van, hogy ezt szeletekre felvágjuk, és belerakjuk. Ez is egy gyors étel. Nagyon. Tulajdonképpen mindkét tepsit csak beteszed a sütőbe otthon, a húst is, meg a padlizsánt is, és kiveszed és eszel. Így igaz. Viszont amitől ez nagyon-nagyon finom lesz, az az, hogy teszünk mehet hozzá... Mehet itt több rétegbe? Nem igazán. Jobb, hogyha egy. Csak azért, mert hogy ez attól van ennyire gyorsan kész, hogy nem sokat teszünk bele, és nem vastag. Öntünk rá olajat, olívaolajat és valamilyen semleges napraforgó repce olajat. Az egyik titka az ugye a konfitálásnak az, hogy ugye az olajban alacsony hőfokon készítjük. Merüljön bele. De hogy mitől lesz igazán különleges? Hát attól, hogyha például ecetet adunk hozzá, és nem is keveset. Tehát körülbelül ez az egyharmad ecet, kétharmad olaj. Ez most gránátalma ecet, pontosan ugye a gránátalma miatt. Egyébként balzsamecet és egy kis édesség málnad, legyen. Egy pici édessége legyen mindenképp. Na, teszünk rá olívaolajat. Azt általában oliva. Úgy szoktam, igen, hogy így mindenhol érje, és a többi pedig... Egyszerűen sima, csak egyszerű. Olaj. Ugye tulajdonképpen mit fogunk kapni a végén? Egy meleg dresszinget, hiszen benne van minden. Úgyhogy én ezt nagyon sokat használom utána még, tehát ezt az olajat meg is tartom. És jó utána salátákra. Így van. Aha. Megsózzuk, meghagyzá azért elég bátran. És jó sok bors. Nagyon jó. És más ízesítés, tehát én tényleg mindig kísérletezek mindenfélével. Erre nem kell. Tényleg nem. Jó, mehet a sütőbe. 160 fok, és körülbelül 20 perc alatt ez el is készül. Nagyon jó. Semmi dolgunk nincs is vele. Ez így szépen elkészül. Hagyjuk benne kihűlni, és ami nagyon jó, hogy ez is egy olyan étel, amit előre el lehet készíteni. És az ünnepeknél pont ez a legfontosabb, tehát a vendégvárásnál... Nem csak az ünnepeknél. Mert stressz, állandóan, de magunkat stresszeljük, és olyan helyzetbe hozzuk, hogy állandóan dolgozunk, amikor vendégek vannak, holott akkor kéne már tálalni, persze, és leülni, és velük lenni. Mindig ezt mondom, én olyan vacsorát szeretnék tálalni a vendégeknek,
hogy én nekem is legyen időm lefürödni, szépen felöltözni, és nyugodtan odaülni az asztalhoz. Na hát ehhez kellenek az ilyen szerintem ételek. Szerintem ebben egyetértek a háziasszonyokkal. Hiszen ez lenne a lényege, és igen, nem az, hogy az egyikünk dolgozik, aki nálunk például én szoktam menni, de mindegy, ezért találtam ki olyan ételeket otthonra. Sőt, én nagyon sokfélét csinálok, és egy jó része nem is meleg étel. Pont ezért, hogy ne akkor kelljen sokat dolgozni. Igen, igen. Lencsével sok dolgunk szerencsére nincsen, egyszerűen csak megfőzzük. Sima vízbe, sima sós vízbe. Nem is tesszük egyébként túl sok vízzel, de körülbelül ennyi elég, és ez el is fog főni. És ez a batáta is belejön? Azzal mindössze annyit tettem, hogy bedobtam a sütőbe. Így és magára. Ez így, ahogy van magába, persze lehet alufólia, mindenféle, nem kell. Semmi értelme, ez körülbelül, hát kevesebb, mint egy óra mondjuk így, és készen, igen, és készen is van. Ezzel már csak annyi dolgunk van, hogy meghámozzuk. És ez meg ilyen krémes lesz majd benne. És ettől lesz kicsit krémesebb. Ilyen edényekkel milyen klasszul visszajön az embernek a gyerekkora, nem? Olyan jó emlékek. Igen, igen. És hogyha ez megvan, ugye a padlizsán a sütőben, a lencse az nem sokára kész is van. És akkor tulajdonképpen az a fenyőmag jön még bele, meg a gránátalma. Jön fenyőmag. A fenyőmagot azt pedig megpirítjuk. Pirítsuk. Természetesen semmi zsiradék, hiszen ezt, hogyha kicsit jobban megnézzük, akkor látjuk, hogy tel is tele talán van. Talán a fenyőmagban van a legtöbb zsiradék, nem? Én azt gondolom, hogy igen. És az egyik kedvencem a gránátalma. Hát ha meg gránátalma ecetet használtál. Így van. Amiért nagyon jó, egyrészt, hogy ilyenkor lehet kapni, és hát tényleg a szupermarketektől a piacig mindenhol most már találni gránátalmát. Nagyon finom, tele van vassal. És például nálunk a gyerekek, hogyha leülünk így együtt, akkor nem chipset esznek, hanem például a gránátalmát, mert hogy imádják, meg pucolni is szeretik. És el lehet vele szórakozni, szemenként lehet eszegetni, roppantgatni. Így van. Nézd meg, hogy ebben a fekete lencsében mennyi színanyag van. Ez az egyik oka, amiért például én nem szeretem, hogy nagyon sokszor fogjuk, és ugye mikor kész van a mondjuk például a lencse, leszűrjük az egész levét. Holott, hogyha annyi levet teszünk bele, ami még éppen elég, már látjuk, hogy most már mindjárt kész van, hagyjuk még abba a lépba, az fel is szívja. És tehát, visszakapja. Hogy így visszakapod. Aha, így nagyon van. Jó. És most mutatok egy okot, nagyon izgalmas dolgok vannak, föl lehet vágni a tetejét, kiszedni, levenni. Nekem a gyerekeim 40 féleképpen tudják tisztítani, de én csak egyféleképpen szoktam. És mivel ez egy saláta, lesz ugye egy öntetünk is, aminek hát egy része az tulajdonképpen már maga a lé, a gránátalmának a leve, bár én azt gyakran leiszom, megmondom őszintén, tehát hogy az már nem feltétlen jut el oda. Ha pont nem akad a kezetekbe otthon, mondjuk ahogy nekem például most de pont ennek ez a darab, is ki lehetne a végében tökéletes, ütögetni. Vagy a késnek a másik fele becsavarom konyharuhába és kiveregetem, és látjuk, hogy ez tényleg hát sikerült. Még percekről sem beszélünk, de hogy ennyi marad, ha esetleg beesnek fehér darabkák, azt így kivesszük, de kész is van. Meg is van minden, a padlizsán az mindjárt rakni. Elkészül, és akkor összekeverjük. Amit még majd hozzáadunk, az a citromnak a leve, és egy kicsi olívaolaj. Ennyi. És kész is. Nagyon várom. Ezt kóstolom meg először. Azon gondolkodtam, merről induljunk, de ha te arról, akkor én innen kezdem. Ugye, én nekem ez a te salátád áll legközelebb hozzám. Ez nagyon finom. Ez isteni. Ehhez nem kell semmi. Jó a főzelék is? Nagyon fincsi. Tudod, mit keresek? Azt a konfitált padlizsánt. Uh-huh. Az ott van a legalján. És érzed ezt a... Mi is padlizsám? Egyáltalán nem. Picit édes, kicsit savanykás az ecettől. Milyen jó ez a pici kis roppanós gránátalma benne. Jó puha lett.
nagyon. Ugye? Szaftos. Most nem ropogós, hanem jó ragadós, puha. Nagyon finom. Isteni. És látni, milyen klasszul megpirult ez a sok fűszer. És milyen jó, hogy ilyen sok van rajta. Olyan finom lett az íze, mert egy kicsit az ereje ennek a borsnak. És olyan jó ropogtatni. És milyen a lencsefőzelék. Ja, isteni, annyira jó a... Klasszik. Paprikával, a fokhagymával. Nincs benne más. Fantasztikus jó ízelem. Nagyon na, finom. A lényeg, hogy tényleg pillanatok alatt el lehet készíteni. Van egy meleg lencse, főzelék, isteni. Egy ilyen fantasztikus lencse. Egy tál étel, a húsevőknek egy igazi nagy puha, vajpuha bőrrel, ilyen omlós bőrrel egy jó fűszeres hús. Nem kell sokkal több minden. Ja, ez egy jó pezsgő. Nyisd ki! Egy jó pezsgő. Előszilveszterezünk! Na, koncentrálsz? Szilveszter van! Csak ilyenkor szabad. Azt hiszem, kicsit fölreztek a kollégák, míg behozták. Nem? Lehet. Boldog új évet. Köszönöm, hogy eljöttél. Mi ez? Nem normálisak? Kész! Ezt csináltátok velünk? Volt egy másodperc, hogy elgondolkodjak, álmodom, biztos nem lesz ilyen. Eszedbe jutott? És de, eszembe jutott, igen. És ezt most tényleg megcsináltátok? Na hát ez is belefér a szerbe, akkor még egyszer egészséget, de boldog új évet!